annyira boldog vagyok, hogy végre nálatok lehetok. Halkan! De hát én ordítani tudnék a boldogságtól. Maga csak ne ordítózom, fiatalember! Vegyen ki inkább egy alpérletet, és ott legyen boldog. Ez ki? Te együtt élsz valakivel? Á, csak a szomszédok. Ez például a Makarenko. Makarenko, aha. És miért Makarenko? Azért, mert előszeretettel alkalmazza azt a bizonyos nevelő célzatú Makarenkói pofon. Hazajön az ember, és nincs egy perc nyugta. A szomszédban is sugdolóznak valamiről. Pedig hogy idegesít? Miért idegesít, apu? Mert nem hallom, hogy miről. Nem érdekelnek a szomszédaim. Szeretlek. Szentége, mi volt ez a sikoly? Az A épületben lakik egy fogorvos. Ő rendel otthon este 8:20-ig. Ja? Gyere, drágám, légy az enyém. Ah, nem. Vigyázzom kell a jó híremre. Megőrülök ettől a nőtől. Most legalább 10 percig fogja kéretni magát. Komolyan, drágám, legalább ölelj át. Hazajött a Kovács úr. Nem. Kapcsolt a tévéjét. Nem érdekel a Kovács úr. Te látok be mindjárt a pontos időt. Szeretném tudni, mennyi van még 8:20-ig. Hé, Kovács úr! Azonnal halkítsa le a készülékét! Mit képzel? Ez egy tisztességes ház? Maga meg bömbölteti a hülye tévéjét! Fel fogom jelenteni! Inkább a saját dolgával törődjön! Még ki sem kérdezte a gyerektől a leckét! Tényleg. Andika! Mutasd azt a leckét! Szerelmem. Nézd meg, milyen forró vagyok. Nézd meg, milyen forró. Látod itt? Meg itt. Hát tüzes vagyok. Hát meglátszik a leheletem. Mert gyenge a fűtés. Kösz. Na, bújjunk be gyorsan az ágyba. Nem, most már bírt ki, légy szíves 8:20-ig. Menj bírt a 8:20-ig. Hát ezzel a tűzzel, ezzel a hénvel, ami nekem van. Hát tüzes a vérem. Hallott? Hazajött a Makarenko szomszédja, a Kárózó. Kárózó? Mi, énekes? Nem, közös képviselő, csak Kárózónak nevezzük a házban. Bébi, hát akkor becézges engem is, jó? Becéz, de itt az ágyban. Annyira szeretlek, becéz. Amikor te ne figyelj, oda megkapsz egy pofont! Mi volt az iskolában? Az asszony inget meg, úgy hajlik, mint a nád. Megjött a Kárózó. Andika, mi volt az iskolában? A főemlősökről tanultunk. Mondd, apu, te egy főemlős vagy? Úgy hajlik, mint a nád. Az asszony ingat vág, úgy hajlik, mint a nád. Szerelmem, én annyira izgatott vagyok. Jó, ne izgass magad, drágám. Még egyszer el fogja énekelni a nagy sikerre való tekintet. Az asszony ingatag, úgy hajlik, mint a nád. Anyád! Most meg az fog következni, hogy vágyom egy nő után. Kérjed a vágy! Csönd legyen már a mindenségit! Saját hangomat se hallom! Hello, Kovács! Na, Mizó? Mostanában megint zavarják az adást. Kik zavarják? A szomszédok! Én valamit nem értek ebben a szaporodásban. Hát, kislányom, eljött az ideje, hogy felvilágosítsalak. Üldj át a kicsi lányt a szomszédba. Jól hallom, Anitán úgyis éppen szemléltető oktatás folyik. Ne üsse bele az órát mások dolgába. Bocsi, hogy munka közben zavarom. Bunkó! Anitácskám, nem látta a macskámat? Hát ez meg kicsoda? Aranka néni vagyok a hatodikról. Én nem válaszol, Anitácskám, csak nincs valami baj. Vannak nála. Kik vannak nála? Csak nem betörők? Valami ismeretlen fiatalember azért nem tud megszólalni. Mit csinál vele az a szörnyeteg? Kérem, én hozzászt én nyújtam. Vagy csak 8:20-kor. Tényleg, drágám, miért csak 8:20-kor? Semmi baj, Aranka néni. Bocsánat, Aranka néni, de ha már szóba került, megkérném, hogy a macskáját tegye el a fal mellett, mert olyan hangosan dorombol, hogy nem tudok tőle aludni. Nem tud aludni. Úgy horkol, hogy beleremegnek a falak. Én horkolok? Ne szívasson már. Horkol? De csak amikor hanyat fekszik. Azt meg honnan tudja, hogy én mikor fekszem hanyat? Mert hogyha oldalra fordul, akkor a megboldogult férje mozog a falon. Ez magának fal? Ha valaki a szomszédban tüsszent, elkapom a náthát! Édesem, azért tényleg igazán mondhattad volna, hogy itt ma lakógyűlés lesz. Ne szóljon bele, fiatalember!
Maga itt csak egy közönséges ágyra járó! Hé, lakótársak, figyeljetek! Fontos örömhírem van. A mindenki által szeretett, nagyon tehetséges és nagyon sokat gyakorló zongoristának a harmadikról megipszelték a kezét. 6 hétre. Keményű rajtam! Hát én elvesztem a fejem az izgalomtól! Jaj, bírd már ki 8-20-ig! Na jó van, nem, én fogom magam, azt hazamegyek a feleségem, ezt kell, ez nekem. De mi? Mert sürgős! Sürgős! És különben is! Hadd örüljön az a szegény asszony! Most miért? Most mi volt a baj? Kovács úr, nagyon kérem, húzza le még egyszer a WC-t, különben egész éjjel folyik! És már hagyjuk egymás békén, és fejezzük be ezt az értelmetlen lakógyűlést! Mindjárt 8 óra 20! Andika, gyorsan pakolj el! 8 óra 20 van! Na, akkor kussoljatok! Holnap folytatjuk! Csá mindenkinek! Drágáim! Édesem, nem kell törődnöd a szomszédokkal, mindjárt 8:20 és a tiéd vagyok!